A tegnapi maratonhajtás első helyezettje úgy fogalmazott, hogy szerencséje volt az időjárás miatt. Amúgy nem valószínű, hogy ő nyerte volna meg az első helyezést, és te egy kicsit lassabban mentél. Testvéred is azt mondta, hogy erre intett. Mi volt ennek az indoka konkrétan? Ilyenkor majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy a gyorsabb, erősebb lovak azok hátrányt jelentenek, hiszen ők megszokták, hogy amikor az akadályba közlekednek, akkor nagyon gyors tempóval, hatalmas energiával oldják ezt meg, és annyira csúszott a pálya, mint hogyha föl lett volna zsírral kenve az egész, úgyhogy amikor próbáltunk gyorsítani, gyorsulni, akkor mindig keresztbe fordult a kocsi, és igaz, hogy az akadályokban a leggyorsabb voltam, de a kettes akadály, ahol már voltak verhető elemek, ott a nagy tempó miatt kisodródott kétszer a kocsim, így két labdát levertünk, és gyakorlatilag ez okozta azt, hogy át kellett engedni az első helyet a másik két versenyzőnek, illetve harmadikként tudtam zárni, de mindenféleképpen az előny volt annak, aki még a szárazon el tudott menni. De hát kipróbáltuk azt, hogy Fábián Sebestyénben milyen az esős körülmény. Az biztos, hogy a lovak közti különbséget, a fogatok közti különbséget kevésbé lehetett ezen a pályán megmutatni. Világbajnokság előtt vagyunk másfél évvel, azért tekintettel arra, hogy már csak három akadály fog változni a maratonhajtásban, gyakorlatilag könnyűnek, nehéznek, világszínvonalnak tudnád titulálni a jelenlegi maratonhajtópályát? Igen, ennek ez az egyetlen egy hátránya ennek a helyszínnek, hogyha leesik az eső és ilyen szélsőséges időjárás van, akkor a papírforma rendkívüli módon felborul, és hát ez nyilvánvalóan veszély a következő évi világbajnokság idejére is vonatkozik, de bízunk benne, hogy föntről vigyáznak ránk, és augusztusban lesz, tehát azért nagy esély van arra, hogy jó idő lesz, és nem lesz ilyen probléma.